Na, hogy is volt ez? Tekerjük csak vissza az időkerekét. 1990. Öt idióta, Zoli, Peti, Laci, Imi és egy régi haver, Katec elhatározzák, hogy egy kis műsorral dobják fel a szilveszteri bulit, amire hivatalosak. Erre az egyestére zenekart alakítanak, és a könnyen skandálható Irigy-Hónaj-Mirigy nevet választják. Zajos siker. Végül is miért ne lehetne együtt maradni? Az elkövetkezendő 2-3 évben rengeteg a koncert. Úgy évi 2. A színvonal némi magyarázatra szorul. Bár ezt az erős megterhelést nehezen viseli a szervezetük, az érdeklődés egyre nagyobb a banda iránt. Lassan nem ártana nézni egy próbatermet. 1993. november. Csatlakozik a zenekarhoz Győző és Tomi, kezdetben csak mint táncos gidák és vokalisták. Nagyjából ezzel egy időben Katec, a régi haver, kiszáll, Uszi és Feri beszáll. Együtt a 8-ka. Na ebből mi lesz? 1994. november. Megjelenik az első Mirigy lemez, Fetrengés címmel, ami rögtön bearanyozódik. Az első lemez bemutató koncertjüket az E-klubban tartják olyan teltház előtt, hogy egy tűt sem lehet leejteni. Mit tűt, baltát? Később több hazai klubban is nézőcsúcson döntenek. Valami elindult. 1996. megjelenik a második lemez, a Csillagok háborognak, ami már platina szín. Na menjünk a pecsába! Az első nagyobb buli 3000 ember. Aztán Tina Turner előtt melegítik a közönséget a Népstadionban. Nem semmi. Ezután sorban jönnek a lemezek, mind platina, sőt a Ránzdal Fesztivál dupla platina, több mint 100 000 eladott példánya. 1998. Na ez komoly fordulópont, bejön a képbe a tévé. Meghívást kapnak a Dáridóba Lajcsitól. A nagy sikerre való tekintettel 2 évre le is horgonyoznak. 1999. november 12. Azon a 9 évvel ezelőtti házi bulin ki gondolta volna, hogy megtöltik a Budapest sportcsarnokot. A sportcsarnok a koncert után porig ég. Rossz nyelvek szerint ebben a fiúk keze is benne volt. Na, azért nem volt akkor is. 2000. A TV2 felkérésére a Ránzdal Fesztivál című lemezt megfilmesítik. Itt megint elindul valami, csak most másfelé. Azóta több mint 50 film készült el, mintegy 250 dallal. Hű, ez még gombócból is sok. Aztán a többi bazi nagy buli. Kis stadion, nagy aréna, bazi nagy lagzi, bazi nagy botrány. Ennek ellenére jönnek az elismerések. Mindenféle aranyozott állat, zsirák, szarvas, meg fonogram. Koncert, 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 film, film, koncert, film, koncert, lemez, lemez. 2010. A banda 20 éves lett. De ezzel még mindig nincs vége.